A mi segítségünk az Úrtól van, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyámtól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg Isten igéjét, úgy, amint szól hozzánk a Zsoltárok könyve 71. részének 14-től 24-ig terjedő verseiben, amit ülve hallgassunk meg figyelemmel. A Zsoltárok könyve 71. részének 14. és következő verseiben így szól Isten igéje. Én pedig szüntelenül remélek, és folyton dicsérlek téged. Igazságodról beszél a szám, és szabadító tetteidről minden nap, bár nem tudom felsorolni őket. Az Úrnak, az én Uramnak nagy tetteit hirdetem. Egyedül a te igazságodat emlegetem. Istenem, te tanítottál ifjúkorom óta, mindmáig hirdetem csodáidat. Istenem, ne hagyj el késő vénségben sem, míg csak hirdethetem hatalmadat, nagy tetteidet a jövő nemzedéknek. Istenem, a te igazságod a magas égig él, mert hatalmas dolgokat vittél véghez. Van-e hozzád hasonló, én Istenem? Sok nyomorúságot és bajt láttattál velem, de újra megelevenítesz, még a föld mélyéből is újra fölhozol engem. Hozzám fordulsz, és megvigasztalsz. Én is magasztallak hálfával hűségedért, Istenem. Lantot pengetve énekelek neked, Izrael szentje. Újjong az ajkam, ha te néked zenghet, lelkem is, amelyet megváltottál. Nyelvem is minden nap emlegeti igazságodat, mert szégyen és gyalázat érte azokat, akik vesztemre törtek. Isten áldása legyen az ő igéjének szívünkbe fogadásán, válaszoljunk rá imádsággal. Kegyelmes Istenünk, szeretnénk ilyen lelkülettel folytatni ezt a gyönyörű imádságot. Szeretnénk mi is elsorolni a te nagy tetteidet, magasztalni téged teljes szívünkből és a szánkkal is, úgy, hogy hallják mások is, és velünk együtt megtanuljanak dicsérni téged, akit egyedül illet minden dicséret, dicsőség, tisztesség és hálaadás. Magasztalunk téged hűségedért és megtartó kegyelmedért. Köszönjük, hogy téged dicsőíthetünk a hívek seregében, ennek az új esztendőnek első reggelén. És köszönjük, hogy a te nagy nevedet hívhatjuk segítségül, akiről tudjuk, hogy szavaddal világokat teremtettél, aki ma is fenntartod és igazgatod ezt az egész világ mindenséget, és akiről tudjuk, hogy mégis név szerint számon tartasz minket, apró senkiket, és fontosak vagyunk neked. Köszönjük, hogy ide hívtál, ide engedtél ma is. Köszönjük, hogy veled indulhatunk. Segíts, hogy veled járjuk végig ennek az esztendőnek az útját. Nem tudjuk, mit hoz a számunkra, de téged valamennyire már ismerünk. És tudjuk, hogy azoknak, akik téged szeretnek, minden a javukat munkálja. Segíts téged sokkal jobban megismernünk. Segíts, hogy teljes szívvel bízzunk benned, hogy egészen rád bízzuk magunkat, szeretteinket, s mindazokat, akikért felelőssé tettél bennünket. Kérünk, Urunk, adj nekünk útmutató igét most. Olyan nagy szükségünk van a te bátorításodra, vigasztalásodra, tanácsodra. Kérünk, hogy fogjad a mi jobb kezünket, tanácsoddal igazgass minket, és formálj olyanokká, hogy vezethetők legyünk. Ajándékozz meg halló szívvel, hogy értsük és szeressük a te igédet, és az idén könnyebb legyen engedelmeskednünk akaratodnak, mint tavaly. Kérünk, hogy a te tisztogató, újjáteremtő kegyelmeddel
munkálkodj most is bennünk. Amen. Isten kegyelmét a Jeremiási igével hirdetem néktek. Ezt mondja az Úr, új szívet adok nektek, és új lelket adok belétek. Elveszem a kőszívet belőletek. Megtisztítlak titeket minden bűnötöktől. Amen. Isten hozta a testvéreket ennek az esztendőnek első vasárnapján és első Isten tiszteletén, és amikor ilyen veszélyessé válnak az utak, talán még az elbizakodottak is komolyan veszik azt, hogy bizony Isten hoz minket, és ő őriz meg. Adott esetből kifolyólag valahányszor ilyen csúszós úton kell közlekednem, az a Zsoltár vers jut eszembe, hogy amikor az én lábam eliszamodott, ezt Károli fordítja ilyen szépen, eliszamodott, a te kegyelmed, Uram, megtámogatott engem. És amikor megsokasodtak bennem az én aggódásaim, a te vigasztalásaid megvidámították az én lelkemet. Annyira új évre illő ige ez, hogy egyszer erről kellene majd prédikálni. Éppen amikor eliszamodott az én lábam, amikor kiszalad alólam a lábam, és ott állok tehetetlenül, a te kegyelmed megtámogat engem. És amikor megsokasodnak bennem az aggódásaim, hogy jaj, mi lesz, akkor a te vigasztalásaid megvidámítják az én lelkemet. Kívánom ezt mindenkinek erre az esztendőre, és azért is könyörgünk, hogy adjon Isten olyan igét itt nekünk, amivel hétről hétre megtámogat és megvidámítja a mi lelkünket. Szeretnénk ezt komolyan venni, Atyánk, hogy Te vagy minden lelki és testi áldásnak a forrása. Tőled kérjük és várjuk erre az éve is mind a kettőt. És most kérünk, hogy ajándékozz meg minket lelki áldással, a Te igaz igéddel. Amen. Isten igéjét a 71. Zsoltár 5-től 9-ig terjedő verseiből hallgassuk meg. A 71. Zsoltár 5. és következő verseiben így szól az ige. Te vagy, Uram, reménységem, Te vagy, Uram, bizodalmam ifjúkorom óta. Te voltál támaszom születésem óta, Te hoztál ki anyám méhéből. Téged dicsérlek szüntelen. Sokan csodálkoznak rajtam, mert Te vagy erős oltalmam. Szám dicséreteddel van tele, dicsőítelek minden nap. Öreg koromban se vessel engem, ha elfogy az erőm, ne hagyj el. Eddig az ige. Kedves testvéreim, december közepén volt a kalauzunk szerint napi ige ez a Zsoltár, és ahogy újra és újra elolvastam, átfutott rajtam, hogy olyan sok biztatás, bátorítás van benne, hogy milyen jó lenne új évkor erről szolgálni a gyülekezetben. Én magamnak szoktam olvasni a Bibliát, nem másoknak, és én igyekszem komolyan venni azt, amit Isten nekem mond az igén keresztül, de azért sokszor úgy vagyok, mint amikor valakit megkínálnak finom falatokkal, és eszébe jut, hogy de jó lenne ebből az otthoniaknak is juttatni. Nos, ezért mai alapigénk ez a Zsoltár, amit Isten az én számomra áldássá tett, tegye áldássá mindannyiunknak ennek az esztendőnek az elején. Kiderül a Zsoltárból, hogy egy idősödő hívő ember imádsága ez, akit sok baj és gond vesz körül, ellenségek támadják, még azt is híresztelik róla, hogy Isten is elhagyta, küzd a testi erőtlenséggel is, és nem restel az imádságában ilyeneket is mondani, sok nyomorúságot és bajt láttattál velem, Uram. De mindezeket a nyomorúságokat és viharokat állja. Nem roskad össze, nem esik kétségbe, nem vádol senkit, ellenkezőleg,
tele van a szíve hálával és Isten dicsőítésével. Újjong az ajkam, ha te néked zenghet, lelkem is, amelyet megváltottál. Ezért nem érti a környezete, hogy ilyen nehéz körülmények között hogy lehet valaki örvendező, hálás és Isten dicsőítő ember. És ő megmondja, hogy milyennek a titka. Sokan csodálkoznak rajtam, mondja, de te vagy az én erős oltalmam. Az egész imádság azt sugallja, hogy ez az ember rendkívül szoros közösségben van az élő Istennel. Ő ismeri Istent, tudja, hogy kihez imádkozik, és bízik benne, rendületlenül bízik benne. Te vagy az én Uram, te vagy az én reménységem, te vagy az én bizodalmam. Te voltál támaszom születésem óta, és most is te vagy az én oltalmam és erős váram. Az jellemzi az imádságát, hogy számon tartja Isten csodáit, mer ezekről beszélni az őt körülvevő istentelen környezetben, és éppen ezért, amikor a jövőjére gondol, akkor is tele van reménységgel. Mert az az Isten, aki a múltban ilyen nagy dolgokat cselekedett vele és körülötte, akinek a cselekedeteiről ő folyamatosan beszél a környezetének, ez az Isten holnap meg holnap után is ugyanez lesz, nyugodtan rábízhatja magát. Éppen ezért nem kerül az őt támadó ellenségek és az őt körülvevő bajok és gondok igézetébe, hanem azokon felül emelkedve nagy szabadsággal magasztalja Istent. Hadd kérdezzem meg itt mindjárt, hogy nem kívánjuk meg ezt a lelkületet? Vagy jellemző ez ránk? Ráadásul a Zsoltárban mintegy refrén háromszor ismétlődik ez, hogy minden nap. Őt szüntelenül minden nap ez jellemzi. Itt vagyunk egy új esztendő elején, nem tudjuk, hogy mit tartogat a számunkra. Az nagyon valószínű, hogy gondokat és bajokat ez az év is hozni fog. Ellenségekben sem szűkölködünk, a láthatatlan baktériumoktól kezdve a szintén láthatatlan nemzetközi pénz és hatalmi érdekeltségekig széles a skálájuk az ellenségeinknek. Sokféle fenyegetettség vesz körül bennünket, és az ős ellenség, a kísértő is lesben áll, hogy ahol csak lehet elbuktasson, vagy kétségbe ejtsen, és mindannyiunkra érvényes az, amit ő itt magáról mond, hogy idősödő emberek vagyunk, mert a születésünk pillanatától kezdve ez mindannyiunk életében így van. Fogjuk-e bírni ennek az évnek, ahogy kicsit közönségesen, de szemléletesen mondják, a gyűrődéseit? Bírjuk-e majd azokat a terheket, amiket hordoznunk kell, vagy amiket esetleg mások dobnak ránk egy váratlan pillanatban? Mit teszünk a fenyegetettségek között? Ismerjük-e mi azt a kimeríthetetlen erőforrást, amit a Zsoltár író ismert? Ismerjük-e azt az Istent, aki ma is minden benne hívőnek tartást, reménységet, békességet tud adni minden körülmények között? Van-e nekünk ehhez hasonló, mély, működő, valóságos lelki közösségünk az élő Istennel a hit által? És ki mondhatja el közülünk azt, amit ő az imádság a végén említ, hogy te engem megváltottál? Jézus Krisztus ezt úgy fogalmazta, hogy felülről nemzeni, újjászületni. Ki tudja azt elmondani, hogy mivel engem újjászültél, ezért én mindenben számíthatok rád. Mert akit ő valóban újonnan szült, az soha nincs egyedül, hiszen él benne a Krisztus. Az soha nem a saját erőjére van utalva, mert megtapasztalja azt, amit Pál minden nagyképűség nélkül, mint tényt írt le, hogy mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. És el tudjuk-e mondani ennek az évnek
az első napján, hogy Istenem, Te vagy az én reménységem. Nem csak a Te ígéreteid, nem csak az, amit majd adni fogsz, Te magad. Ez az élő Istennel való személyes, szoros közösség az alapja mindannak, ami ebben az imádságban elhangzik. És mivel előtte leírja, ezt a részletet nem olvastam föl belőle, hogy mennyi hazugságot holtak össze ellene, ő erre azzal válaszol, hogy az igazságot mondja a környezetének, mégpedig Isten igazságát, amelyik örökkévaló és mindent kibír. És ezt ő olyan világban hirdeti, amihez nagyon hasonló a mi mai világunk, amelyikben diadalt ül a hazugság, a csalás, a lelkiismeretlenség, kapzsiság, önzés, ahol már egészen természetes lesz az, hogy az egyéni érdek mindig fölébe kerülhet a közösség érdekének, ahol sokféle bizonytalanság és kiszámíthatatlanság egyre jobban megviseli az emberek idegzetét, a lelki gondozók sok történetet tudnának ennek illusztrálására mondani, amikor hova tovább már senkiben nem tudunk megbízni, amikor minden reménység önáltatásnak tűnik, ki az, aki közülünk el tudja mondani ma reggel, csöndesen, de teljes meggyőződéssel, Uram, Te vagy az én reménységem, Te vagy bizodalmam, Te voltál támaszom születésem óta, Téged dicsérlek szüntelen, sokan csodálkoznak rajtam, de Te vagy az én erős oltalmam. Tudnélik, attól, hogy ezt valaki el tudja-e mondani igazán vagy nem, ettől függ a lelki állóképességünk, a munkabírásunk, a kedélyünk, sőt, sok tekintetben még az egészségünk is. Ezt nem lehet a magunk erejéből produkálni. Ilyet nem lehet csinálni. Ezt csak ajándékba lehet kapni. Ezt a lelki állóképességet, stabilitást, ezt az elvehetetlen reménységet, ezt a belső békességet. Ez az Istenbe vetett bizalomnak a gyümölcse. Ez Isten gyermekeinek az adománya. Az ő mennyei atyjuk adja ezt nekik. Nos, ezért nézzük meg egy kicsit közelebbről is, hogy hogyan kaphatta ez az imádkozó zsoltáros ezt a belső tartást és ezt az összetörhetetlen reménységet sokféle csüggesztő körülmény között is. Az derül ki az ő imádságából, hogy a múltból hozta mindazt, amire építhetett, erről a jelenben is volt bátorsága másoknak beszélni, és éppen ezért tudott reménységgel nézni a jövőre. Mit jelent ez? Kiderül az imádságából, hogy ő nagyon számon tartotta Isten tetteit. Önmagát is többször emlékeztette arra, hogy mi minden cselekedett Isten az ő személyes életében is, meg körülötte a világban. Az Új Szövetségben is többször találkozunk ezzel a biztatással, hogy emlékeztetés által serkentgessétek a ti hiteteket. Péter apostol írja ezt a levelében, két ízben is. Mert mi hajlamosak vagyunk arra, hogy elfelejtsük Istennek a nagy tetteit. Ezért kezdődik az egyik zsoltár, a 103. azzal, hogy áldjad én lelkem az Urat, és el ne felejtsd, mennyi jót tett veled. Mert olyan hamar túllépünk Isten rendkívüli, csodálatos tettein is. Amikor éppen átéljük, esetleg fölfigyelünk rá, talán még hálát is adunk érte, aztán megyünk tovább, jöhet a következő. Pedig aki Istent igazán Istenként tiszteli, az számon tartja az ő tetteit, amely tettek a legtöbbször merőben eltérnek az emberi cselekedetektől, amelyek isteni tettek, amelyek megérdemlik azt, hogy csodák. És aki ezeket számon tartja, annak a szívéből önkéntelenül fölfakad az Isten dicsőítése. Ezért írja őit, hogy szám dicséreteddel van tele,
dicsőítelek minden nap. Istenem, a te igazságod a magas égig él. Hatalmas dolgokat vittél véghez. Van-e hozzád hasonló, Istenem? Még a föld mélyéből is újra fölhozol engem. Újjong az én ajkam, ha te néked zenghet. Aki számon tartja Isten nagy tetteit, annak nem kell erőlködnie, hogy valahogy őt dicsőítse, nem kell azután érdeklődnie, hogy mit is jelent Isten dicsőíteni, megtelik a szíve az Isten iránti hálával, az ő dicsőítésével és magasztalásával. Van mit elsorolnia Istennek, hogy amikor te ezt tetted, azt tetted, amazt tetted. És a maga legszemélyesebb dolgaitól kezdve, attól kezdve, hogy a világra jött. Hiszen minden születés, egészséges szülés is Isten csodája és ajándéka. Te hoztál ki engem anyám méhéből, és ettől kezdve vénkoromig, mondja ő, végig kísérsz engem. És én már nem tudom elsorolni minden tettedet, vallja itt be az imádság a közepén, de amire emlékszem, azokat elsorolom újra és újra. Egy küzdelmes élet során számtalanszor átélte Isten gondviselő szeretetét, szabadító hatalmát, az ő vezetését, tanácsolását. De nem felejti el azt sem, hogy ez az Isten teremtette szavával ezt az egész világ mindenséget, hogy ő hozta ki az ő népét az egyiptomi rabszolgaságból, és ennek a nagy Istennek gondja van egy ilyen kicsi emberre, mint ő. Hát ezen csak álmélkodni lehet. Megköszönni és örvendezni ennek akkor is, ha éppen sok baj érte. Mi pedig ennél még Istennek nagyobb tetteit is ismerjük már. Hiszen Jézus Krisztus kereszthalála és feltámadása egyedülálló isteni csoda. A megváltás és a megigazítás páratlan isteni cselekedet, amit nekünk nem szabad megszoknunk és megunnunk. Aki ezeknek a mélységét is megismerte, és ennek az erejéből él, az naponta meg tudja ezt köszönni Istennek. És szinte észre sem veszi, hogy valóban megtelik a szíve az ő dicsőítésével és hálaadással. Mégpedig, ahogy háromszor ismétlődik az imádságában, minden nap. Képzeljétek el, hogyha ez az év úgy telik el, hogy minden nap tele lesz a szívünk Isten dicsőítésével. Akkor jöhet akármennyi bosszúság, felsorakozhatnak az ellenségek, bezárulhat körülöttünk a gyűrű, fenyegethetnek, ígérgethetnek, semmi nem zökkent ki minket az élő Istennel való közösségből, hiszen látjuk az ő tetteit, hiszen ő maga, ami erős várunk, oltalmunk, bizodalmunk, reménységünk, és ő elrejt minket mindenféle kísértés és bukás elől. És ha az ő dicsőítésével van tele a szív, akkor nem panasszal, keserűséggel és csüggedéssel lesz tele. Lehetséges az, hogy erre az esztendőnkre minden kedvezőtlen körülmény ellenére is ez legyen jellemző. Aki az Isten nagy tetteit számon tartja, az tudja őt ezért dicsőíteni, mégpedig minden nap, és annak minden nap lesz oka az örömre, a hálára és a dicséret mondása. És az ilyen ember tulajdonképpen már itt elkezdi azt, ami a mennyben kizárólagos tevékenységünk lesz, a mindenható dicsőítését. A másik, ami kiderül az ő imádságából, hogy nem csak ő dicsőíti magában Istent az ő nagy tetteiért, hanem Istent és az ő nagy tetteit megismerteti a környezetével, akik nem ismerik. Ha már ő neki megadatott ez a nagy kiváltság, hogy valamennyire megismerte a mindenhatót, és az ő tetteiből egyre mélyebben megismerheti, hát ezt nem tartja titokban, hát mindenkinek erre van szüksége, ő is csak azért bírja a viharokat, mert ezzel az Istennel van közösségben,
hát akkor mutatni kell másoknak is a hozzá vezető utat. Különösen hangsúlyozza itt, hogy a te nagy tetteidet a jövő nemzedéknek elmondom. Istenről beszél egy istentelen korban. Örömhírt hirdet kétségbejtő körülmények között keserű szívű embereknek. Igaz beszéd hangzik az ajkán, akkor, amikor általánossá válik a hazugság. Nem a mi nagy lehetőségünk ez? Ami a környezetünket illeti, az stimmel. Vajon ez stimmele, hogy mit tudunk az élő Istenről hiteles információkat adni másoknak, hogy van olyan mondani valónk, ami csak azoknak van, akik az ő nagy tetteit ismerik és számon tartják, és akik őt és a vele való kapcsolatukat nem szégyellik mások előtt. Persze, hogy ez nem mindenkinek tetszik, neki is egyebek között ezért voltak ellenségei. Viszont lesznek olyanok is, akik ennek kapcsán hallanak életükben először Istenről, akik így ismerik meg az élő Istent, akik így hallják meg azt, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Hirdetem a te nagy tetteidet a jövő nemzedéknek. Hirdetem hatalmadat minden nap. Nem kellene ezt úgy hallgatnunk most, mint Istentől erre az évre nekünk elkészített programot. Mint fontos feladatot, mint óriási lehetőséget, hogy az istentelenség világában az élő Istenről nagy szeretettel, alázatosan, de meggyőződéssel tudjunk beszélni másoknak is az üdvösségük érdekében. Van-e bennünk annyi alázat és elszántság, mint a bebörtönzött Pál apostolban volt, aki ezt írja az efézusiaknak, könyörögjetek értem, hogy adassék nékem az ige, ha szóra nyitom a számat, hogy bátran ismertessem meg az evangélium titkát, amelynek követe vagyok a bilincsben is, hogy legyen bátorságom azt úgy hirdetni, ahogyan kell. Miért nem volt bátorsága? Úgy látszik, hogy nem volt elég bátorsága, mint ahogy nekünk is. Na de ez nem kifogás. Nem azt mondja, hogy ó, hát én ilyen nyuszi természetű vagyok, én a társaságban is mindig hallgatok, nem akarok én pontoskodni, meg fölöslegesen beszélni. Hát ez nem fölösleges beszéd. Ez a legigazabb, és mindenki számára a legfontosabb beszéd, ha valaki az élő Istent be tudja mutatni, és az ő nagy tetteiről tud beszélni. Nem tudományos előadást kell tartani. Az ő megtapasztalt tetteit kell elmondani. Aztán majd azon keresztül ő maga szólítja meg az embereket, és ő maga munkálkodik bennük. Hát Jézus Krisztus nem teológiát végzetteknek mondta, hanem azoknak, akiket meggyógyított valami betegségből, vagy megszabadította őket az ördögi kötelékből, és vele akartak maradni, hogy nem maradsz itten, menjél haza, és mondd el, hogy mit cselekedett veled az Isten. Ezt kell elmondani. Mit cselekedett velem Isten? Milyen voltam, hogy vett a kezébe, hogyan formál. Ebből kiderül, hogy kicsoda ő. És egyszerre nem az lesz vita kérdés, hogy van vagy nincs Isten, hanem hogy elég közel vagyunk-e hozzá. Mint ahogy a zsoltáros számára is ez a fontos kérdés. Hogy elég közel, halló távon, belül vagyok-e hozzá. Tehát nem csak számon tartotta Istennek a múltban végzett tetteit, hanem a jelenben azokról tudott és mert másoknak beszélni. És az ilyen ember reménységgel néz a jövőbe. Miért? Mert tudja, hogy az az Isten, aki tegnap ezt cselekedte, aki ma engem megerősít, hogy róla vallást tegyek, és látom, hogy hogy munkálkodik mások életében is. Ő holnap is ugyanez az Isten lesz. Meg holnap után is, meg egész évben, mindörökké. Mert ő tegnap és ma és örökké ugyanaz. És ezért reménységgel tud az ilyen ember a jövőbe nézni. Nem félelemmel, nem lemondással, hogy úgyse befolyásolom én az eseményeket,
Nem közömbösen, hogy mindegy nekem, hogy mit hoz a jövő, hogy lenne nekünk mindegy. Nem mindegy, hogy mit hoz a jövő. De mi tudjuk azt, hogy a jövő azt hozza, amivel a jövő ura a benne bízókat meg akarja ajándékozni. Ezért mondja itt ő, hogy te vagy, Uram, az én reménységem, később pedig én szüntelenül benned reménykedem. És akiben ott van ez a bizonyosság és hit, azt tud aztán így imádkozni, amikor eszébe jut, hogy a jövő azért próbatételeket is hozhat, azt tud így imádkozni, hogy te légy erős kősziklám, ahova mindig mehetek, melyet segítségemre rendeltél, mert te vagy az én sziklaváram. Istenem, ments meg engem a bűnösök kezéből, az álnok és erőszakos emberek markából. Józan ember az imádkozó ember. Ő számol azzal, hogy mi minden várhat rá. De komolyan veszi azt, hogy az az Isten, aki ura a múltnak, jelennek és a jövőnek, hatalmas kezében tartja őt akkor is, ha ezek a bizonyos álnok és erőszakos emberek fenekednek ellene. És akiben ott van ez a reménység a jövőt illetően, az a hit szemével kezdi látni a valóságot. És sokkal többet lát belőle, mint a többiek. Mit jelent ez? Van ebben a Zsoltárban egy nagyon érdekes törés. Végig jelen időben vannak a nyelvtani igék, és az utolsó mondatban hirtelen átvált múlt időre. Nyelvem minden nap emlegeti igazságodat, mert szégyen és gyalázat érte azokat, akik vesztemre törtek. Hát most imádkozik azért, hogy védje meg őket Isten ezektől. Még be se fejezi az imádságot, de ő már bizonyos abban, hogy Isten cselekedni fog. És ő a jövőben is úgy fog cselekedni, ahogyan eddigi tetteiből megismerte őt. Éppen ezért előre hálát adhat azért, hogy Isten a jövőben is kegyelmes lesz hozzá. Többet lát, mert a hit, ahogy a definícióban olvassuk a Zsidókhoz írt levél 11. részének első versében, a hit a remélt dolgok valósága és a még nem látott dolgokról való meggyőződés. Még csak remélem, de ez a csak, ez nem minősíti, mert már bizonyos vagyok benne, hogy az megvan és meg lesz. Még nem látom, de ismerem azt az Istent, aki már látja, elkészítette, és majd a legjobb időben nekem fogja ajándékozni. Ezért az ilyen ember nyugodtan számít a cselekvő Istenre, ugye az ő tetteit számon tartja. Ezért bízik benne. Ezért bizonyos abban, hogy Istennek gondja lesz rá. Gondja lesz ránk. Ebben az esztendőben is. És ez a hit és reménység kiűzi az emberből az aggodalmaskodást és minden szorongást. Mert az ilyen hívő tudja, hogy a jövő Isten kezében van. Nem a sors kezében. Nem tudom, mi az a sors, vagy ki tudja ezt megmagyarázni. Nem emberek kezében, mert az emberek is Isten kezében vannak, akár kis, akár nagy királyok. És nem is a mi kezünkben, hanem az ő hatalmas és szerető kezében, aki napról napra gondoskodik az övéjéről. Egészen más lelkülettel, pszichikailag is, a hitünket illetően is más hozzáállással tudunk így indulni, és végigjárni ennek az ismeretlen évnek az útját, ha megéljük a végét, de járni addig, amíg Isten itt akar tartani minket. Ha tudatosan számon tartjuk az ő nagy tetteit, ha elmondhatjuk azt, hogy te megváltottál engem, ha tudunk az ő tetteiről másoknak is egyszerűen szeretettel beszélni, és akkor ott lesz a szívünkben a reménység, akár nehéz körülmények között vezet az utunk, akár ellenségek vesznek körül, akár fenyegetettség vagy bizonytalanságok árnyéka vetül ránk, akár, mint ő, kezdjük érezni
erőnknek a fogyását, akkor is teljes meggyőződéssel tudjuk mondani, újjong az ajkam, ha te néked zenghet, lelkem is, amelyet megváltottál, nyelvem is minden nap emlegeti igazságodat. Mert az ilyen ember szívében alapvetően ott van az Istenbe vetett reménység. Imádkozzunk! Hatalmas Istenünk, bűnbánattal megvalljuk, hogy nem nálad keressük sokszor a mi igaz boldogságunkat. Megvalljuk bűnbánattal, hogy sokszor inkább csak boldogulni akarunk, de fogalmunk sincs arról, hogy milyen az a boldogság, amit te ajándékozol a te újjászületett gyermekeidnek. Könyörülj rajtunk, és támasz vágyat a mi szívünkben ezután. Könyörülj rajtunk, hogy ne maradjunk kisigényűek vagy igénytelenek, amikor te mennyei kincseket kínálsz a benned hívőknek. Könyörülj rajtunk, hogy merjünk hinni benned, hogy tudjuk tartani a hitünk kezét, hogy te lerakhasd mennyei ajándékkal. Segíts el oda minket, hogy őszinte alázattal meglátjuk, mennyire rászorulunk arra, hogy ajándékokat adj nekünk. Segíts komolyan vennünk, Jézus Krisztus, hogy nálad nélkül valóban semmit sem cselekedhetünk. Semmit, ami időtálló, ami igazán tiszta és jó. De köszönjük, hogy te képesítesz minket arra, hogy a mi Istenünkkel táboron is átfussunk és kőfalon is átugorjunk. Hogy messze a képességeink fölött tudjunk szolgálni neked és másoknak. Segíts minket előbe ebben az évben, ezen az úton. Köszönjük, hogy nyugodtan rád bízhatjuk magunkat és szeretteinket. Köszönjük, hogy te nem változol. Te tegnap, ma és örökké ugyanaz vagy. Nyisd ki a mi lelki szemünket, hogy lássuk a te nagy tetteidet, a hétköznapok csendes csodáit is, és tudjunk csodálni téged, és tudjunk dicsőíteni téged. Minden nap. Ajándékozz meg minket olyan esztendővel, amelyikben minden nap elhangzik dicsőítő imádság a szívünkben és az ajkunkon, és amelyikben minden kínálkozó lehetőséget felhasználunk arra, hogy alázatosan, szeretettel, másokkal is megismertessünk téged és a te nagy tetteidet. Könyörgünk hozzád azokért, akiknek különösen nagy szükségük van most a te szeretetedre. Könyörgünk a szenvedőkért, nélkülözőkért, betegekért, gyászolókért. Könyörgünk azokért, akik sokaknak, másoknak a terhét is hordozzák. De eléd hozzuk a magunk erőtlenségét is. Engedd megtapasztalnunk, Úr Jézus, milyen az, hogy mindenre van erőnk te benned. Kérünk, segíts folytatni ebben a csendben az imádságot. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Isten gazdag áldását hadd kívánjam lelkésztársaim nevében is minden kedves testvérünk életére. Én nem szeretek ezzel a bújékkel játszani, de most azért hadd mondjam annak egy másik értelmezését is, éppen az igénk szellemében, hogy bízzad újra életedet Krisztusra. Istennek népe, áldjon meg tégedet az Úr, és őrizzen meg tégedet. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad.
fordítsa az Úr az ő orcáját teljád, és adjon néked békességet. Amen.